Első alkalommal lépett pályára tétmérkőzésen a Haladás futsal csapata a klub új sportcsarnokában. Talán a kissé szokatlan helyszín lehetett az oka annak, hogy az első félidőben kifejezetten gyengén teljesítettek a vasi zöldfehérek, és 4-2-es hátrányba kerültek. Szerencsére térfélcserét követően óriásit változott a játék képe, a hazaiak hatalmas tempó diktálva 5 perc alatt megfordították az állást, és végül magabiztos 8-4 arányú győzelmet arattak a derbi végére teljesen elfáradó újonc fővárosi alakulat ellen. A szombathelyi gárda legeredményesebb játékosa ezúttal is Drót Zoltán volt, aki 4 találatot szerzett. Az első fél időben nem is tudom, mi volt a csapattal. Azt nem is mondom el, hogy inkább mi hangzott el a fél időbe. De az a lényeg, hogy a második fél időben úgy jöttünk már ki, hogy mindenki nyerni akar, és ide koncentrál. Örülök, hogy tudtunk nyerni. A vendégcsapat kapuját a volt szombathelyi Tyukász Péter őrizte. A roppant szerény és szimpatikus hálóőr remek teljesítményt nyújtott. Óriási szerepe volt abban, hogy csapata a második félidő közepéig partiban volt a jóval erősebb játékos állománya rendelkező hazaiakkal szemben. Úgy gondolom, hogy nagyon szép éveket töltöttem itt el. Szurkolók is szerencsére emlékeztek erre, mert szeretettel fogadtak. Nagyon nehéz volt másrészt játszani, mert itt nagyon sokat eltöltöttem, és érzelmileg is nehéz volt, de úgy gondolom, hogy félre tudtam tenni szerencsére, és a pályán azért választottunk, hogy azért nem vagyunk mi egy lesajnált csapat, azt hiszem. A Haladás csapata 4 mérkőzést követően 10 ponttal a bajnoki tabella harmadik helyén áll. A zöldfehérek legközelebb október 15-én hétfőn lépnek pályára, amikor a Debrecen együttesét fogadják a Rohonczi úti sportcsarnokban. Azon a derbin már a leváltott szerb vezetőedző helyére kinevezett Siffer András irányítja a vasiakat.